Is it?
szerencséken hordozott, külső vérük sok dolgokban forgódott, ő hozzájuk jó hírt, jó nevet adott. Ezek csoda nagy sírást tesznek vala, sem éjjel, sem nappal nem szűnnek vala, azért immár jutának bújtosóba, mert esett fejüknek koronája. Kanizsa Krónika együttesnek a szereplést, és azt hiszem, hogy a dal szövege röviden mindent összefoglalt, amiről a ma este szól, de azért ne menjünk haza, semmiképpen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Oroszlán a Végvárban Túri György és Nagy Kanizsa című kötet bemutatóján, és elsőként köszöntöm nagy tisztelettel szerzőnket, Kanász Viktor történészt. Kicsit a megszokottól eltérő köszöntést tartok, ugyanis a Viktorral együtt, Kanász Viktor történész után egyből köszönteném a jelenlévő családtagjait, és örülök, hogy megtisztelnek bennünket a kötet bemutatón. És akkor a hivatalos köszöntési formula. Elnézést, hogy megfordítottam a sorrendet. Nagy tisztelettel köszöntöm Balogh László polgármester urat, Nagy Kanizsa megyei jóváros polgármesterét. Nagy tisztelettel köszöntöm Gábis Jácint urat, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét. Tisztelettel köszöntöm dr. Vég Ferenc urat, egyetemi agyunktust, a Pécsi Tudományegyetem agyunktusát. Tisztelettel köszöntöm dr. Vándor László urat, régész, történész, nyugalmazott megyei múzeumigazgatót. És természetesen nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik a mai napon megtiszteltek minket. Nagyon sokan vannak itt Önök között, akik tevőlegesen is hozzájárultak a kötet létrejöttéhez. Én most mindenkit nem sorolok föl, de a beszédekben és a hozzászólásokban még minden segítség kiemelésre kerül. Nagy tisztelettel szeretném átadni a szót Balogh László polgármester úrnak, és felkérem, hogy tartsa meg köszöntőt. Fellépőként megengedhetem magamnak, és még így napirend előtt a tanárember ismét hadd szóljon belőlem, amely a történetírás fontosságára hívja fel a figyelmet. Kliometer tál eur ur pokál. A 9 görög múzsa nevét én így jegyeztem meg. Az első a Klió. Ő teljes névvel szerepel ebben a sorban. Bizonyára azt is jelenti ez, hogy ő nagyon fontos múzsa volt. És még egy érzékeny észrevétel. Szerintem az sem véletlen, hogy Kanizsa történetében a Túri György könyv, ezen nagyon fontos és szép Túri György könyv bemutatója, és az aréna átadása egy héten történik. Úgyhogy ennyi jó érzés után kérem, fogadják jó szívvel köszöntőmet. Kedves alkotó, tisztelt hölgyeim és uraim, Klió a történetírás görög múzsája
bűvös kertjének egy újabb gyümölcse ért meg egy kötet formájában, melynek szellemi születére a mai napon összegyűltünk. Kanász Viktor történész, a BLG és a BLG-n által régi tanítványunk, kutatásainak köszönhetően egy már-már statikusan szoborszerűvé váló hős, Túri György alakja formálódik újjá és élővé a nagyvilág számára. Mert ahogy a kötet szerzője is hangsúlyozza, újabb és újabb mondák, sokszor alaptalan történetek szövődnek köré, és a szuperlatívuszok tömege elrejti a húsvér embert. Ezért joggal merül fel a kérdés, ki is volt Túri György? És valóban érdemes feltenni a kérdést, hiszen számunkra, kanizsaiak számára a volt várkapitányunk valóban enigmatikus, szoborszerű hős, akinek alakjával, legendáival a mindennapok során is gyakran találkozhatunk. Itt Kanizsán egy középiskola viseli a nevét, egész alakos szobra ural egy teret, büsztye, ott szemlézi a kiskanizsai várkapunál a hajdan volt csatározások színhelyét, megjegyzem, hogy ebből a büszből három is van, és a kötetet kiadó múzeumunk is az ő történelmi személyét őrzi a nevében. De a hajdani laktanya helyén a most átadásra kerülő Kanizsa aréna és küzdőtere a modern sporthősök szentélyeként is az ő szellemiségét idézi meg. Túri György, a Dunántúl oroszlánja, az életünk fontos és szerves része, de a világszinten is számottevő párbajhősi legendák, a személyét övező ellentmondások és hiátusok nem adnak választ arra, hogy miért is oly jelentős történelmi szereplő, és miért tartjuk igazi kanizsaikumnak. E kötet hiánypótló munkaként ezen felül azokra a kérdésekre kíván válaszokat adni, amelyek túl vannak a szobron, vagyis az emlékezetben és a mondákban megformált, talapzatra emelt bronz alakon, aki bennünk él. Inkább arra keres a könyv választ, aki stratégiában gondolkodott, kapitányi funkciójában pedig egy vár életét irányította, vagyis egy élő húsvér ember volt. E kötet nagy gondosságában erről az emberről, a meghatározó mérföldkövekről és helyszínekről szól hozzánk, hogy színesebb képet nyerjünk a gyökérzetünket tápláló személyről. A pontosabb kép, a hitelesebb tudósítás pedig további kutatásokra sarkal. Egy megkezdett út teljesebb bejárására, ami nélkülözhetetlen, ha az önazonosságunk egyik fő bástyája a tét. Túri Györgyre emlékezni így nem csak azt jelenti, hogy felidézzük az alakját, hősiességét és cselekedeteit. Nem a múltba révedés a célja, a hagyomány ápolásának és az emlékezet kultúra fenntartásának. Mert akkor valóban háttal állnánk a jövőnek. Sokkal inkább arról szól, hogy milyen értékek határozzák meg az egyediségünket, közösségünk különlegességét. Mindezt pedig tudatosítani érdemes, hiszen a tudatosítás hiányában bárkik lehetnénk a világban. Ezért kiemelkedő feladatunk a kanizsai vár és kapitányának a megismertetése és népszerűsítése. Mert ahogy egy bölcs szociálpszichológus is hangsúlyozza, általa haladhatjuk meg az egyéni lét végességét, önmagában vett értelmetlenségét. És tudjuk, személye, erényei és cselekedetei városunk polgárait és három túri települést képes összekötni. A három túri település Kanizsa, Várpalota és Orosztony, de lehet, hogy Léva által akár még négy is lehetne. Így ez az élő örökség közös felelősség, melynek egy fontos fejezete tárgyasult, köszönhetően Kanász Viktornak, a múzeum támogató tevékenységének és a könyv megjelenését segítőknek. Őszinte köszönet, mert ez egy nagyon értékes könyv. De nem feledhetjük a további teendőket sem Clio bűvös kertjében, hiszen Voltaire szavaival szólva, még vár ránk a munka a kertben.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr, szavait, gondolatait, és hozzácsatlakozva én is azt szeretném elmondani önöknek, hogy a Turi György Múzeum természetesen azon van, és azon vagyunk, hogy a Turi Györggyel és Kanizsa törökkori, kora újkori történetével lévő kutatásokat összefogja, azt támogassa, és ennek a kötetben való megjelenésének az első lépcsője Kanász Viktor Turi Györgyről szóló könyve, de már birtokunkban van két forrás kiadvány is, ami a Kanizsával kapcsolatos 16-17. Századi forrásokat dolgozza fel, és a jövőben reméljük, hogy a következő években több a korszakot bemutató kötet bemutatón is lehetünk, úgyhogy ez egy kezdet. És köszönöm szépen polgármester úrnak és Gábris Jácint úrnak is Nagy Kanizsa megyei jogú város támogatását, amivel magát a kutatásokat és a kötet megjelenését is támogatták. Tisztelettel szeretném átadni a szót Gábris Jácintnak, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének. Köszönöm. Én is tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, és polgármester úr frappáns összefoglalója méltató szavai után én egy kicsit más aspektusból közelíteném meg a kötetben foglaltakat. Először is gratulálok a kötet szerzőjének, mert valóban értékes mű. Nekem tegnap volt lehetőségem teljes mértékben átlapozni, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindjárt meg is csillant egy gondolat. Egy nagyon úgy gondolom, hogy fontos gondolat, amelyben majd kérem a polgármester úr segítségét, itt van, úgyhogy talán tud ebben társulni. Ugyanis újra kell gondolni a városnak az oktatási koncepcióját, ez most jelenleg folyik. És beötlött, hogy hát hiszen olyan helytörténeti, emberi példaértékük, értékek vannak ebben a városban, amelyeket azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalság, a mai generáció valamiatt nem kellőképpen ismeri. Finoman fogalmaztam. Ha 10 diákot megkérdeznénk, körülbelül 8 nem is tudná, ki az a Turi György. És ez szomorú. Tehát azt gondolom, hogy a városunkban, a mi városunkban, Nagykanizsán el kell azt érni, hogy igenis, legyen az alapvetés az, hogy a diákok ezzel a fontos, nem csak helytörténeti, hanem ugye a példaképi és egyéb vonatkozó információkkal rendelkeznek. Ez, sajnos az nem fog működni, hogy várjuk a fiatalságot, hogy gyertek, érdeklődjetek. Ám bátor, én nagyon örülök neki, hogy azért itt is látok fiatal érdeklődő tekinteteket. Hanem mi nekünk kell elmenni, ez sajnos egy ilyen világ, tehát nekünk kell oda menni az iskolákba, oda kell menni a könyvtárba, oda kell menni a múzeumba, együtt szervezni a programokat, és bevonzani őket. És ebbe kérem majd a polgármester úr segítségét, hogy az oktatási koncepciónak igenis legyen az egyik kiemelt része, és büszkén vállaljuk azt, hogy Turi György fontosságát méltassuk és őrizzük. Én ezekkel a gondolatokkal szerettem volna hozzájárulni ahhoz, és erre az útra lépve ígérni azt, hogy én megpróbálom ezt az információt becsempészni, és a fiatalságot arra nevelni, hogy ez igenis legyen a jövőben is fontos számunkra. A másik a kutatási téma. Itt sokan hozzák ugye az inkeieket, akik ugye azért ez a 200 évvel későbbi kóról beszélünk, illetve azt, hogy állítólag az inkei kápon alatt érdemes ásatásokat végezni. Tudom, hogy ez sok pénzbe kerül, és rengeteg monda van, aminek érdemes utána járni. Hát ebben meg próbáljuk egymást győzködni itt a múzeum vezető asszonya. Mindig elmondom, amikor ilyen lehetőséget kapok rá, hogy meg kell keresnünk lehetőség szerint azokat a pályázati forrásokat, mert nyilván ezek nagy költségek bekerülnek, amelyek segítségével ezeket fel tudjuk tárni, és igenis mi is büszkék lehetünk arra sok mindenre, amit ilyenkor önök elé tudunk tárni, és amelyet városunk is büszkélkedhet. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem is húzom tovább a szót, hiszen lesz majd gondolom olyan, aki érdemben is be fogja mutatni részleteiben a kötetet, illetve láthatjuk ugye közben kivetítve. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek a jelenlétet, és további kellemes időt is kívánok. Köszönöm. Köszönjük
szépen Gábor és Jácint úrnak ezeket a fontos gondolatokat, és valóban én úgy gondolom, és ez most a magánvéleményem, hogy ez a kötet mind a helyi oktatásban, én de úgy vélem, hogy az országos középiskolai és egyetemi oktatásban is megállja a helyét, és hamarosan kötelező irodalom lesz, de hogy ezt meg tudjuk-e erősíteni, ezért szeretném felkérni dr. Vég Ferenc adjunktus urat, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusát, hogy mutassa be nekünk a kötetet és értékelje történész szemmel Kanász Viktor munkáját. Köszönöm szépen. A polgármester úr és az igazgató asszony, kedves vendégek, hölgyeim és uraim. Nem tudom, hallható vagyok így, vagy hátulban állnál menni, jó, akkor melyik mikrofont használhatom? Azt mondottam, hogy meg kell kapcsolni, igen. Technika nem a barátom. Itt már remélhetőleg hallható vagyok. Jó, nagyszerű, köszönöm szépen. Amikor igazgatóasszony fölkért arra, hogy értékeljem ezt a könyvet egy bemutató keretében, amit egyébként lehetőséget azután is köszönök, hát nem volt kérdés, hogy igen mondok. Ennek a szakmai személyesok egyaránt voltak, ennyit elárulhatok, ha megengedik. Hát nyilván, mint törökkorral foglalkozó történész, mint a végvárendszer kutatóját, hát nyilván a természetes kíváncsiság motivált elsősorban, de azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy magam is zalai gyökerekkel rendelkezem, úgyhogy igaz, hogy időközben fizikai valóban eltávolodtam Zala megyétől, de érdekes módon valahogy a témaválasztásom mindig visszaterel ebbe a régióba. A harmadik nagyon fontosok szintén részben szakmai, részben személyes, hogy én a kötet szerzőjét ismertem hivatalos minőségemben, ugyanis miután Kanász Viktor elvégezte Budapesten az egyetemet, történész végzettséget szerzett, a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájába iratkozott be, ahol oktató-hallgató viszonyban ismertük meg egymást. Ez is nyilván egy adalék volt ahhoz, hogy igen mondjak erre a felkérésre, már csak azért is, mert jellemző egyébként a fiatal kutatók, akik ugye doktori fokozatot akarnak szerezni, szeretnének szerezni, jellemző az első nagy komolyabb vállalkozások, első nagy lélegzetvételi művük, az maga a disszertáncs, amit letesznek az asztal, amit megvédenek és elindul a hivatalos procedúra. Hát Viktor elébe vágott az eseményeknek, hisz ő már egy konkrét önálló, egy értő módon úgymond megírt kötetet tett le az asztalra. Hát, hogyha utólag mondom Viktornak, hogyha ezt ha gondolta volna, mi ezt is szívesen elfogadjuk. Tehát sok munkátok kimérte volna meg magát, de hát most már késő. Mindesetre, tehát már az, hogy ugye pár hét hónap választja csak el a doktori cím megszerzésétől, amit látos egy kötettel meg is előz, hát ez azt mondtam, túlzásnék mondhatom, hogy kivételes jelenség manapság. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy igen mondok a felkérésre. De miért is vagyunk itt? Hogy jutottunk el egyáltalán eddig a kötetig? Ugye ebben az évben, 2021-ben két jelentős eseményt is megemlítettek, amit a Kanizsa történetének a szempontjából fontos. Egyik az, hogy 450 évvel ezelőtt ugye Turi György ugye az oroszlány melletti lesen ugye életét áldozza, tehát egy kerek évforduló, amire meg tudunk emlékezni, és ennek kapcsán is sor került ugye a Túri emlékévre, aminek, ha jól tudom, akkor ez a könyvben mutató záró, akkor ugye záró eseménye. Tehát nyilván ez egy kerek évforduló. Másrészt ugye, ez nem hangzott el, de ha jól tudom, de nyugodtan igazítsanak ki, esetleg tévednék, a múzeum 1951-ben vette fel Túri György nevét, tehát ez is szintén egy kerek évforduló, és nyilván hogyan lehetne ezt a két évfordulót összekapcsolni és méltó módon megünnepelni? Hát úgy, hogy a múzeum, illetve nyilván a város támogatásával egy értékes időtálló kötetet teszünk le az asztalra, ami Túri Györgynek is méltó emléket állít. Tehát tulajdonképpen ezért vagyunk most itt. Ahogy el is hangzott, ez egy valóban hiánypótló mű. A legutolsó munka, ami konkrétan Túri Györgyel foglalkozik, az 50 évvel ezelőtt jelent meg ugye Müller Veronika tollából, ami jelentősen átírta korábban, 1922-ben ő Takács Sándor által írt tanulmányban foglaltakat. Csak elkezdtem is számolgatni, bár a bölcsészek nem a számok barátjai köztudomásulag, de elkezdtem azért számolgatni 1922, 1972, 2021. Tehát gyakorlatilag nagyon úgy tűnik Sors Pintor, hogy 50 évenként jelenik meg egy mű Turi Györgyről.
vagy 49, hogy egész pontos legyen, de túlzásokban azért eshetünk, tehát 54, tehát gyakorlatilag nem az jó vagy rossz, de 50 évig kell várnunk a következő Tóthi György monográfiára, amit reméletileg szintén Viktor fog elkészíteni. Tehát volt mire támaszkodni, de természetesen nem csak Tóthi György életével kapcsolatban voltak előzmények, ugye most említhetném akár Vándor Lászlónak a 94-ben megjelent Kanizsa monográfiát, vagy V. Molnár László szintén inkább helytönteti a lokális megközelítési monográfiát, szintén tárgyalja bőségesen Tóthi Györgyöt mindkét munka, csak nyilván a hangsúlyok estek máshol, de ezek is komoly előzményeknek számított. Tehát ahogy mondani, jó alapokra könnyű építkezni, de ugyanakkor ennek megvan az a veszélye vagy felelősség, és hogy ehhez képest az újat is kell mondani. És ez az, ami jelen esetben sikerült. Amikor megkaptam ezt a könyvet és kezembe vettem, az első ami ugye az eszembe ötlött, vagy mond a nyelvembe jött, az a kifejezés, az volt, hogy igényesség. Én hát nyilván szakmából kifelé elég sok szakmunkát fogtam, a kezemben forgattam, és volt, amiket pár másodperc után le is tettem. Megdöbbentő volt az igényesség, amivel ez a kötet készült. Nem ismerem a hátterét, megmondom őszintén, hogy ez milyen módon történt, de az első látásra, tehát már a kötetnek a súlya tekintélyt parancsoló. Nem csak a tudomány súlyát érzi az ember, hanem tényleg alapok súlyát. Ami nem egy apróság, hisz ez már azt jelzi, hogy ugye a kiadásnál figyeltek a lapminőségre, a lapválasztásra. Nagyon sokban a képi forrás, színes nyomat. Maga a méret is egyébként kicsit elütt a szokványos szakmai munkáktól, tehát nagyobb a volumene, nagyobb a mérete, nagyobb a terjedelme. Tehát ragozhatnám, hogy a kivetítő látszanak a könyvnek alapjai. Önmagukért beszél, rengeteg illusztrációt tartalmaz. Tehát mondhatnám azt, hogy nagyon egyedi nyomtatechnikai megoldásokkal, kihajtható térképekkel, például a kokáért, nemzedékrendi táblázatot. Elsősorban is se tudnám, mennyi fajta újító, innovatív megoldást alkalmazott a nyomda meg a szerkesztők. Elismerés így utólag is ismeretlenül is számukra. Tehát kifejezetten igényes és korszellemmel lépést tartó munka az, amit nekezünk bevezetni. Tehát a külcsinnel nincsen semmi gond, úgy látom, tehát ez önmagáért beszél. Hát nézzük a belbecset, mi a tartalom. Most engedtessék meg, hogy nem menjek át itt fejezetről fejezetre, mert ez sok időt elrabolna, és a lényeget talán lényeg elsikadna mellette. Hát nyilván a könyv, ugye a címe is, hogy Oroszlán a végvárban, hát nyilván egyértelműen Tóthi Györgyre utal, mint megtudjuk, hogy ez a jelző később tapadt a nevéhez. Az alcím, ami talán érdekesebb, Tóthi György és Nagy Kanizsa. Tehát nyilvánvalóan itt egy kettős célt próbált a szerző követni, egyrészt nyilván Tóthi Györgyöt bemutatni a Kanizsától, hogy a négy évig úgy tevékenykedik, és a kettőt vagy összekapcsolni. Hát ezt nem is lehet másként, azt kell, hogy mondjam. Tehát Tóthi György Kanizsa nélkül értelmezhetetlen, mint a Kanizsa sem értelmezhető Tóthi György 4 éves tevékenysége nélkül. Tehát a kettőt elválasztani nem lehet, meg nem is célszerű. Tehát a kettő együtt adja ki igazából azt, amire kíváncsiak vagyunk. Tehát igazából látszólag pontosan ez egy biográfia egyrészt, egy életrajz, illetve ez egy méltatás, másrészt egy helytörténeti munka. De valójában azért, aki a kezébe veszi a könyvet, látni fogja, azért ennél többről van szó. Van ebben genealógia, településtörténet, sőt igazából ez kifejti, hogy a Viktor a végvárendszer képít, tulajdonképpen egy regionális történet, Ér-Dunántúl regionális történet bontakozik ki előttünk, ami nagyon széles, nagyon tág, hadtörténeti, kortörténeti kontextusban van ágyazva. Nagyon gazdag az emlékezetpolitikáról bőségesen értekezik, ami tulajdonképpen tekinthetjük a kultúrpolitika részének is, vagy kultúrtörténetnek is. Tehát sokkal több, mint amit a címe ígér. Pedig az sem kevés. Nyilván a kötetet értelemszerűen az életutat próbálja nyomon követni 7 fejezeten keresztül, amit hát most itt a zenei alapfestésben hallottunk, hogy meg ebben a közelben úgymond nem szükséges Tóthi György életutját bemutatni. Ezt nyomon követi, kortársi vagy krónikási alapossággal teszi, nyilván a fontosabb pontokat kiemelve, gondolok itt a kanizsai, bocsánat, a palotai, aztán később a kanizsai működésére, tehát nagyon alapos életrajzi vázlat, kronológiai elvek mentén felépítve. Beszéljünk akkor magáról a Tóthi családról is. Tehát ez előző munkák ezt jelenti elhanyagolták, tehát ebből kiderül, hogy ez egy tipikus katonadinasztia volt. Két férfi testvére volt, mind a kettő katonai pályára lép, unokatestvérei közül is van, aki ezt a pályát választja, sőt a második generáció is ezzel keresi a kenyerét. Tehát egy kifejezett katonadinasztiának a legmagasabbra jutó
tagja volt. Tudni kell, ugye ő ugye a kanizsai főkapitánysággal érte el a pályája csúcsát, most nem csak amiatt, mert ugye 71-ben végeznek vele, és nyilván további emelkedésre már nincsen lehetőség, hanem ennél tovább nem is volt hova. Tehát a katonai ranglétán erre magasabb, ennél magasabb pozícióba senki nem kerülhetett a korszakban. És ráadásul ezt úgy teszi, hogy ő egy kvázi szimpla köznemes. Ezeket a főkapitányi pozíciókat jellemzően egyébként arisztokratáknak tartották fönn. Összesen kettő olyan személy van, Túri György, illetve vele egyébként korábban kapcsolatban került Telekes Imre, aki felső magyarországi főkapitánysági jut, aki köznemesi származású. De jellemzően ők is a 16. század közepén egy viszonylag képlékeny állapotnak, hogy maga a végrendszer formálódik, később erre már nincs példa. Csak is kizárólag arisztokratáknak vannak fenntartva ezek a pozíciók. Ő egy köznemesként kerül ide, ráadásul egy alacsony sorból, idézőben alacsony sorból származó szeméről van szó, aki élete végig se tanult megírni, olvasni. Tehát üllecik, ez nyilván nem is volt feltétlenül követelmény, ez nem volna nyilván az ő értékéből. Tehát már ez önmagában, tehát ez a karrierút már önmagában kivételes, hogy hallhattuk az életútnak a fő állomásait. Ami számomra egyébként a legérdekesebb, hogy tetszik, legmegdöbbentő volt a kötetben, az emlékezett politikáról írt két fejezet. Túli életútját nyilván ismertem a korábbi irodalomból, még ha nem is olyan mélységben, mint az Viktor tárgyalta, de az meglepő volt számomra, hogy milyen mélyen beleágyazódott Túri Györgyit kanizsai emlékezett politikában. Ugye gondolt itt, hogy a múzeum a nevét visel értelmszerűen, közintézmények, közterek, köztéri alkotások, kulturális egyesület, sportegyesület, stb. Viseli az ő nevét. Ez számomra nagyon meglepő volt. Én most Baranyából érkeztem közvetlenül, mondjuk a Szigetvári Zényi kultuszt ismerem jobban, azzal tudnám valamilyen párhuzamba állítani. Tehát nyilván minden párhuzam sántít. De megdöbbentő volt számomra, hogy ilyen mélyen gyökerezik ez az emlékezet, ez a kultusz. Azt például végképp nem tudtam, hogy még mustát és sört is neveztek el Turiról. Bár ha Zinyiről lehetett szalámit, a spárban lehet egyébként kapni, akkor a nem szentségtörés mustárnak a nevét kölcsönözni. Nekem számomra egyébként nem mondom, hogy kicsit grotesz, de hát nyilván változik a kor, haladjunk bele mi is. Mindeset ez érdekes volt számomra, bocsánat, még egy gondolat elég visszacsatolva, az érdekességnél tartunk, ugye reflektálok itt az elhangzottakra, hogy egy közvélemény kutatást idéz a könyv, a középiskolásoknak a második legismertebb személye, a mai középiskolásoknak a második legismertebb személye a Kanizsán, az Túri György. Ez egy örvendetes dolog. Hát kicsit fáj az ember szív, hogy nem az első helyen említik, de még jobban belesajdul a szív, amikor az első helyet egy celeb foglalja el Zimány Linda személyében. Ez a mai kor. Ez nem tudok mit hozzá. Én nagyon bízom benne, hogy hamarosan azért megfordul a helyet cserél a két személy ebben a sorrendben, de ez csak egy vágyálom a részemről. De visszavéve az emlékezett politikára, a másik, ami szintén ezen a fejezeten belül csak az országos vetületben tárgyalja a szerző, az meglepően nézagos. Tehát amilyen kultusza van a két Zrínyinek, ugye a várvédő, Szigetvári várvédő és a Dédónak a költő Zrínyinek, tehát ahhoz képest Túri szinte egyáltalán nincs is jelen a nemzeti emlékezett politikában. Vagy pontosan, mint a helyét keresni, talán ezre a jó szó, minden igyekezet ellenére is valahogy hiányzik. Tehát még Szigetváron nyilván eleve van a helyszelleme, az egyértelmű, ami tulajdonképpen egy nagy ország, Zrínyi kultusznak a lecsapódása, Túri csak helyben él. Kanizsán, Palotán, Léván vagy ahol éppen, de nincs ennek országos vetülete. Ami egyrészt számomra nagyon meglepő, Túri annak a generációnak a tagja, ami egyébként a mellett Zrínyi György tartozik, vagy Török Ferenc tartozik, vagy Dulafi László, vagy Palónai Magyar Bálint, ugyanak a generációnak a tagja. 50-es, 60-as években érnek a karrierük csúcsára, majd amikor ők elhalnak át a 70-es évekre, egy hatalmas üt vagynak maguk után. Nincs, aki a helyükbe lépjen. Tehát egy generációnak a tagja, egy oszlopos tagja, és nem tudunk róla szinte semmit, vagy hát most már tudunk, de országosan kevés ismeret szűrődött át belőle. És ami viszont nagyon kellemes meglepetés, hogy ennek az emlékezetpolitikának az országos szinten emelésében mennyien munkálkodnak. Nem csak szakemberekre gondolok, történészek, régészek nyilván, hanem képzőművészek, képzős iparművészek, irodalomárok. Ami persze nyilván felveti a felelősség kérdését is, hogy nyilván egy művésznek van művészi szabadság, mit jelenik meg, az nyilván az ő döntése. Szerintem milyen viszonyban van a történeti valósággal, az már egy másik kérdés. De az tény, hogy mennyit tettek érte, az döbbenetes. Tehát talán többet meg kockáztatni, többet, mint maga a történettudomány.
Mindenesetre, hogy ez a hogy túl elfoglalása a helyét ebben a nemzeti emlékezet történetben, hát ahhoz ez a kötet egy újabb mérföldkő, ha úgy tetszik, egy dobbantó, ami inspirálhat nem csak szakembereket, történészeket, régészeket, hanem művészeket nem utolsó sorban. És az ő szerepük itt mondom óriási. Tehát hátrányal, handicappel indulunk, ha mondhatom úgy, de azért nem reménytelen a helyzet. A kötetnek van egyébként nagyon gazdag, amellett, hogy az oldalak nyilván tele vannak különböző megjelentésekkel, grafika, infografika, rekonstrukció, stb. Van egy nagyon gazdag mellékletanyaga is. Ezt akár az emlékezetpolitikához is kapcsolhatnám, ezt egyrészt forrásokat közöl, magyar, latin, illetve német nyelven, amik a levéltári kutatása során került el, és a szakemberek ugye öröki hálásnak lesznek ezért Viktornak. Rengeteg levéltári portját spórolnak meg ezzel, Viktornak hála. De megvan a portásoknak a megnyilatkozásai Túriról, irodalmi alkotások egészen napjainkig ismert és kevésbé ismert szerzőktől, tehát ez egy nagyon értékes, ugyancsak értékes rész ennek a munkának. Tehát azt hiszem, hogy túlzás nélkül egy klasszis munka született egy nagyon fiatal, de tehetséges szerzőnek a tollából, amiért akár idősebb kollégák is úgy mondom megirigyelhetnének. De ezek csak a szimpla tények, tartalomjegyzék, amit most én önöknek elsoroltam. De mitől jó ez a munka, vagy mitől jó egy történeti munka? Hát itt a nehézséget az jelenti, hogy különböző szempontokat és értékrendeket kell összeegyeztetni. Például, ugye említett az alapvetően életrajz, lokális, tehát helytölteti munka, de hát ezen kívül van itt minden más, hogy felsoroltam önöknek. Viszont arra nagyon kellett figyelni és törekedni, hogy ezek egyike se, úgymond, terhelje meg a kötetet. Tehát ne tegyen túl az életrajz, ne tegyen túl a helytörténet, ne induljon el az ember, ne hallgasson sziréna hangokra, és induljon el egy-egy téma kifejtése kapcsán, aminek soha nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát a szerző nagyon fegyelmezetten, majd hogy nem katonásan mondhatnám úgy, katonás fegyelemmel tartja magát, és egy nagyon jól szerkesztett, erősen fegyelmezett munkát tesz le az asztalra. Ami még ennél is nagyobb virtuózitást kíván a szerzőtől, az, hogy mindenkinek az igénynek megfeleljen. Tehát kell a szakmának újat mondania. Valami pluszt, valami többletet, amit eddig nem tudtunk, ami új eredeti saját kutatásokon alapul. De ugyanakkor azért közérthetőnek kell maradni. A köznek kell a munkát írni. Tehát aki úgymond idézőben érdeklődő laikus, az se találja túl idézőben szakmainak, ne tegye le két perc után a könyvet, lapozza tovább, olvassa végig, tartsuk fenn az érdeklődését. És ezt a kettőt összevégíteni, hát azt mondom, hogy ez egy heroikus feladat még tapasztaltabb kutatók számára is. De Viktor érdekes módon megoldotta ezt a maga eszközeivel. Tehát ami számomra nagyon meglepő, vagy örvendetes volt, hogy mennyien közel működtek ennek a kötetnek a megszületésében. Erre egyébként igazgatóasszony is utalt így nevek nélkül. Én sem akarok neveket kiemelni, nem is nagyon tudnék. Nem számoltam meg, megmondom őszintén, de legalább 50 embernek mondott Viktor valamiért köszönetet. Részben az előszóban, részben a lapokon, az adott forráshelyeken, és nem csak szakembereknek. Nyilván voltak rektorok, szerkesztők, stb., akik úgymond hozzátartoznak egy könyv kiadásához. De voltak itt természetesen mások is, művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, gazdasági szereplők, akinek adatokat köszönt meg, vagy tanácsot köszönt meg Viktor. Tehát ez két dolgot mindenképpen jelentett számomra. Hát egyik az, hogy erre könyvben van igény. Van fogadókészség. Van egy közeg, ami hál' Istennek elég nagy létszámú közeg. Én a nagy előadásomban kisebb létszámú hallgatóságnak szoktam tartani, pedig az kötelező, csak úgy párhuzamként hadd mondjam. Hogy a 130-as előadásom vannak 40-en, az nagyon jó aránynak számít. És nem a Covid miatt csökken a létszám. Tehát itt önként jöttek sokan, tehát van erre igény, van erre fogékonyság, van egy értő közeg. Ez egyfelől ezt kétségtelenül mutatja. A másik, ami, ha megfordítom az érmet, hát hogy a szerző mennyire bele van ágyazódva ebbe a karizsai közegben. Nem csak a múltját ismeri, meg a közelmúltját is, mert a könyvből világosan kiderül, hanem a jelenében is ott van. Tehát nem csak egy tagja ennek a karizsai közösségnek, hanem szervezője, aktív részevője a karizsai tudományos életnek. Tehát ez számomra egyértelműen kiderült. Ami nyilván a könyvtartalmát nem befolyásolja, de még hitelesebbé teszi annak a számára, aki elkezdi ezt a kötetet lapozgatni és olvasni. Tehát nagyon értékes munka született, ami mondom, rengeteg embernek a közös munkája. Gondolok itt nyilván a nyomdatechnikára, ami önmagában egy külön tudomány, amiről aztán személyesen nem szokunk beszélni, az egésznek az anyagi vonzata, amiről kvázi nem illik beszélni, de mindjárt tudjuk, hogy minél kvalitásabb egy kötet,
nyilván annál vastagabban fog a nyomtának a tolla. Nem tudom, a részleteket nyilván nem is tartozik rám, de erről sem feledkezünk azért el, minket nyilván kell a szakmai háttér, kell az anyagi háttér, kell nyilván a megfelelő szakember, aki ezt képes formába önteni, és ezeknek találkoznia kell valahol. És ez sikerült. Tehát a külcsín mellé, én mondtam, hogy a belbecs is társul, ami magától értetődő kellene, hogy legyen, idéken nekem, hogy nem az, hogy nem feltétlenül az. Zárásként mit tudhatnék, vagy mit mondhatnék, hogy azt szokták mondani, hogy kinek ajánljuk a könyvet. Egy klasszikust idézek, mindenkinek, aki szereti a történelmet, és mindenkinek, aki nem szereti a történelmet, mert ettől valószínűleg meg fogja szeretni. Én bízom benne, hogy valóban így lesz. Tehát ha a szakmai szemmel nézem, akkor tényleg azért, mert újabb eredményeket hozott 50 év után tovább tudtunk lépni. Új adatokat tárt fel Viktor, vagy eddig nem ismert adatokat publikált, vagy kiegészítette az eddig ismerteinket, vagy megkérdőjelezte, néha konkrétan megcáfolta, próbálta lehántani a túlírul azt a mászt, amit itt az elmúlt évtizedekben akaratlanul ráragasztottunk. Ez mind nagyon fontos. Rengeteg forrást használ, csak az irodalmi jegyzékeként 13 oldalas. Hány tételt tartalmaz, meg sem számoltam. Rengeteg a közgyűjteményben Magyarországon, külföldön, latin, magyar, német nyelvű forrásokat olvasott, használt képi forrásokat, kartográfiai anyagot, tehát gyakorlatilag olyan komplex megközelítést kaptunk, ami nagyon ritka, de hát a téma jellegi miatt szerintem nem is nagyon lehetett volna annyiban más utat járni. Ez mindenképpen előny. Hogyha viszont a másik oldalt nézem, úgymond a nagy közönség szempontjából, vagy Kanizsa lakossága szempontjából, ez a könyv nekik is szól. Sőt, tanácsokban nekik szól. Nyilván nagyon fontos ugye, hogy egy könyv, nyilván nem csak ismereteket közöl, hát az nyilván a alap, amik előbb-utóbb beépülnek a közgondolkodásba, a köztudat. Ez természetes. De egy könyvnek nem csak ez a feladata. Egy helytörténet akkor, hogyha hiteles szerző, aki mondja, elköveti ezt a művet, hát itt ezzel nyilván nem volt probléma. Egy ilyen kötetnek nyilván az is a célja, hogy erősítse a helyi közösségnek az összetartozását, az öntudatát, hogy tetszik a lokálpatriotizmusát. Tehát legyen az az érzés az ember, hogy jó valahova tartozni, jó ehhez a közösséghez tartozni. Van, amire vissza tudunk tekinteni, van, amire büszkék tudunk lenni. Ez hihetetlenül fontos a mai világban, amit tényleg egyre inkább kiértéktelenedik, új szempontok kerülnek előtérbe, ezt mindannyian ismerjük. Tehát néha meg kell állni, néha tényleg vissza kell pillantani a múltba, és ez eljutathat, mond az olvasók számára is, vagy leendő történész generációk, vagy kutatók számára, vagy művészek számára, és ehhez a témához műjönnek, ezt elemítsék meg, akár az irodalmi nyelvével, akár a zene nyelvével, történészével, vagy bármi más módon meg tudják ezt tenni. Tehát ez nem csak egy történelmi alkotás, ez egy közösségerősítő mű tulajdonképpen, vagy egy közösségformáló, egy gondolatformáló mű. Tehát ez kell ahhoz, hogy Zimány Lindát letaszítsuk majd ezen a tomóról mindenképpen. Úgyhogy én azt mondhatom tényleg zárásként, hogy nagyon jó szívvel, őszintén és bátran merem ajánlani mindenkinek ezt a könyvet. Vegyék le a polcról, lapozzák, forgassák. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük dr. Vég Ferenc agyuntus úrnak ezt a rendkívül érdekes, átfogó elemzést és kötetbemutatót. És tisztelettel szeretném átadni a szót Vándor Lászlónak, hogy mint a kötet lektora és megemlítésre is került, mint Turi Györgyel és Kanizsa korabeli történetével foglalkozó történész, helytörténész néhány szót mondjon Viktor kötetéről. Köszönöm szépen a szót, tisztelt jelenlévők. Megmondom őszintén, mikor elfogadtam azt, hogy pár szót szólok önökhöz, igazgatónő felkérésére, akkor azért nem gondoltam, hogy az előttem szólók gyakorlatilag a döntő többségét elmondják annak, amit én szerettem volna, úgyhogy meglehetősen rövid leszek. Először is rendkívül örülök annak, hogy végre van Nagykanizsa térségének egy olyan fiatal, ambiciózus, nagyon tehetséges történésze, Kanász Viktor személyében, aki ennek a városnak, a történetének az egyik legfontosabb korszakát, törökkori időszakot kézbe vette, és a feltárását megkezdte. Ha végignézzük a bibliográfiáját, akkor látjuk, hogy pályafutásának jó részét ezzel a témával töltötte, és számomra külön öröm az, hogy
egy olyan korszakban dolgozik, amikor azokhoz a forrásokhoz hozzá lehet jutni, amit a korombeliek nemigen tudtak megtenni, mert ha visszautalnék arra a 94-ben megjelent kötetre, amikor Kanizsa történetével kellett volna foglalkozni, akkor az volt az első kérdésem a akkori kanizsai vezetéshez, hogy kapnék-e mondjuk egy bécsi egyhetes tartózkodásra legalább valami lehetőséget, hát akkor még nem volt. De tovább lépve el kell mondani, hogy ez a Túri György kötet, amit itt most méltattak előttem szólók, ez az első igazán olyan kötet a korábbi Túri Györgyről szóló munkák mellett, amit igazán kanizsainak lehet tekinteni, hiszen itt született, itteni szerzőnek a munkája, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan fogják forgatni, és mint az előzőekben is szó esett róla, azt hiszem, hogy ez országosan is közismerté teszi majd ezt a témát. És végezetül annyit szeretnék elmondani, bár erről is volt egy röpke szó, hogy azért Kanizsának még vannak adósságai a város történetével kapcsolatban, az régészeti emlékekkel kapcsolatban, és legfőképpen, ha már itt vagyunk, Túri Györggyel kapcsolatban is. Nagyon örülök annak, hogy a kötetben a szerző gyakorlatilag velem megegyezően jutott arra az álláspontra, hogy körülbelül hol kellene keresni Túri Györgynek a sírhelyét, hiszen az azt hiszem, hogy a városnak nagyon-nagyon régi adóssága. Tehát nagyon tudnék örülni annak, hogyha közeljövőben lehetőség volna arra, hogy azokat a feltételezett, vagy leginkább feltételezett helyeket, hol sejtjük azt a kápolnát, amiben Túri Györgyöt, annak idején Zényi György eltemettette, megtalálnánk. Ha magát a tetemet nem is fogjuk megtalálni, mert erre nagyon kis esély van, de a helyet legalább kultuszhelyként meg kellene találni, és ezt tisztelettel itt is kérném a város jelenlévő vezetőitől. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok Tanász Viktornak ez a csodálatos, kitűnő munkához, és remélem, hogy lesz folytatása. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen dr. Vándor Lászlónak a gondolatait, és több szó esett már a köszönetről, és mi abban állapodtunk meg a szerzővel, Panász Viktorral, hogy a végén ő fog erről beszélni, és neki adnám a szót. Köszönöm szépen a megtisztelő szavakat és a méltatást. Rengeteg gondolat cikázik ilyenkor egy szerzőnek a fejében. Ugye, rablóból pandúr, ilyenkor a másik oldalon ülve mindig egy kicsit meg is illetődik az ember. És valóban nagyon sok minden elhangzott, amivel kapcsolatban egy-kettő gondolatot emelnék, én csak itt jelenleg ki. Azt hiszem, hogy Turival kapcsolatban, főleg ha Turi és Nagykanizsa viszonyát nézzük, akkor él egy ilyen negatív konnotáció talán, hogy Turi igazából Kanizsán a leghíresebb cselekedete az volt, hogy meghalt. Vagy hogy sajnos ugye így fejezte be a sorsát. És mindig egy ilyen kis szomorú mosollyal tisztázzuk ezt a tényt. Én azt gondolom, hogy Turi kanizsai tevékenysége az igazából egy sikertörténet, és sokkal inkább büszkének kellene arra lenni, hogy tulajdonképpen egy nagy nemzetközi, mondhatni egy birodalom, Habsburg monarchia beli összefogás keretében, Szigetvár eleste után a semmiből sikerült létrehozni egy új végvidéket, amit sikerült megtartanunk több mint 30 évig. Ez a 30 év pont arra volt elegendő, hogy később, amikor Kanizsa elveszik, ne essen vele el az egész Dunántúl maradék része. Ezt általában el szoktuk felejteni. Másrészt pedig gondoljunk bele, hogy Turia a halálakor 52 éves volt. Hát egy ilyen katonaviselt ember, aki 52 évig tulajdonképpen végig hadakozza és párbajozza az életét, talán mondhatom azt, hogy csoda számba ment, hogy eddig túlélte. És ugye Petőfi jut ilyenkor eszünkbe, hogy kívánhatná egy ilyen dicső katona szebb halált annál, mintsem, hogy a harcok mezején esik el a legnagyobb ellenfelével vívott küzdelem során.
ilyen szempontból is szerintem Turid abszolút, és a Turinak a kanizsai tevékenységét abszolút pozitívan kell, vagy tudjuk értékelni. Na most a kutatással kapcsolatban igazából, és itt a kollégákra is nézek, hogy nagyon-nagyon ritka az a pillanat, vagy az a lehetőség, amikor egy évfordulóra évei vannak az embernek, hogy felkészüljön, vagy kutasson, vagy egy-egy kutatást ki tud normálisan érlelni. Ugye országos szinten sokszor úgy működik a döntéshozatal, hogy mondjuk december vége felé a beigli mellett elgondolkoznak az emberek, hogy a jövőre milyen évforduló lesz, arra kellene valamit csinálni. És hogy ilyen szempontból ez a kanizsai kulturális, tudományos közeg, ami megteremtette azt a lehetőséget, hogy ezen a munkán éveken át dolgozhassunk, ez szerintem országos szinten is egy különleges és egy egyedülálló dolog. Ami számomra meglepő volt a kutatás során, sok minden volt, de kettő különösképpen. Az egyik az, hogy tényleg bárkihez bármilyen kérdéssel fordultam, azért itt a képek kapcsán, meg mindenféle egyéb apró, miniatűr, városi emlékezeti dolog kapcsán rengeteg minden kérdés előjött. Nagyon pozitív visszajelzést kaptam mindenkitől, legyen szó egyes szemétől, művésztől, történésztől, bárkitől. Ami ugye egyrészt azt is mutatja, amit már itt előttem elmondtak, hogy nagy az érdeklődés Turi iránt, másrészt pedig azt is, hogy van Kanizsának egy olyan műértő közege, ami igazán fogékony erre a kérdéskörre, és a saját múltjára szeretne reflektálni, és szeretné, érdekli ez a téma, és szeretné megközelíteni. Na most tényleg csak röviden a köszönetekre rátérve, hát tényleg itt elsősorban igazgatónőnek és a Turi György Múzeumnak kell köszönetet mondanom, hogy annó 2018-ban, amikor megszületett ez a gondolat, pont a Turi György és Kora konferencián, pont megkérdezték, milyen vallású volt Turi György, és elgondolkodtam, hogy igazából fogalmunk sincs. Most már ezt is egy kicsit talán világosabban látjuk, hogy ott született meg ez a gondolat, és akkor még csak azt hittük, hogy pár forrásról lesz szó, és ez így szépen dagadt és nőtt ez a kérdéskör. Szóval egyrészt a múzeumnak szeretnék köszönetet mondani, és itt a képek kapcsán Hol Zoltán nyújtott fantasztikus segítséget, sokszor nagyon hosszan telefonálva is egyeztetve a dolgok kapcsán. És hát a különböző egyesületek révén mindenképpen ki kell emelnem a Vitézlő Oskolát és Vörös Andrásékat, Klaszán Sándort és a Kanizsa Krónika zenekart, valamint a lektorokat, Bagi Zoltánt, Vándor Lászlót és Alexa Pétert. Hát nélkülük biztos, hogy ez így nem jöhetett volna létre. Itt Vándor László tanárulhoz azért még annyit hozzáfűznék, hogy igazából valahol ő indított el ezen a kérdéskörön, még nagyon-nagyon régen, gimnazistaként egy meglepetés látogatás erejéig elmentem hozzá a Zalaegerszegre szakirodalmat kérni, és annyira pozitív visszajelzéseket kaptam ott a kanizsai várral kapcsolatban, hogy nagyon megtetszett a téma, és valóban azóta nem tudok elszakadni a kanizsa történetétől és a kanizsai vár történetétől. És hát ki kell emelnem még Alexa Pétert, egykori gimnazista, történelem tanáromat és jó barátomat, aki hát időt nem spórolva órákon át hallgatta az én különböző agymenéseimet, és nagyon sokat beszélgettünk és vitatkoztunk egy-egy szakmai kérdésben. Ez ugye egy otthon, főleg a vírus közben otthon magányosan dolgozó történész számára egy nagyon üdítő dolog tud lenni, amikor van kivel ezeket normálisan megbeszélni. És hát itt művészeket is emlegethetnék, elsősorban Bergoszta Zoltánt, akinek a fedőlapon lévő alkotása például így kerülhetett rá magára a kötetre. Na most szó volt itt sok a külcsínyről, és valóban az a helyzet, hogy ez Balogh Józsefet dicséri, nem tudom, valahol előbb láttam, valahol ott hátul megbújt. Én hoztam, mondtam neki, hogy szerintem is ez egy egyedülálló munka. Ő azt mondta, hogy hát ez egy átlagos kötet, mert hogy ez szerinte csak tette a dolgát. Hát, hogyha így teszi mindenki a dolgát a könyvkiadásban, akkor nagyon örülnénk, és szerintem nagyon büszke lenne a magyar könyvkiadó szakma is. Végezetül még egy gondolatot szeretnék megosztani. A kötet megszületésében közvetett módon, de nagy szerepe volt nagybátyámnak és egykori első történelem tanáromnak, Kanász Ferencnek, aki sajnos már nem lehet itt, de nélküle is lennék jelenleg itt, szóval mindenképpen szeretném az ő emlékére dedikálni ezt a kötetet. Sok
szó hangzott el itt a folytatásról, és én is úgy gondolom, hogy mint minden munka kapcsán mindig vannak fehér foltok, amik még pontosításra szorulnak, vagy adott esetben várjuk az elő-elő bukkanó egyéb forrásokat. Nagyon remélem azt, hogy lesz Kanizsának az 500. túri évfordulóra olyan, mondhatni, turistája, aki majd ezeket a hiátusokat még el fogja tüntetni, és bízom benne, hogy ez a kötet majd egy kicsit mondjuk kedvet csinál ahhoz, hogy ezt a kutatást folytassuk, és valóban ne feledkezzünk el arról, hogy Kanizsának talán a kanizsai emlékezetpolitikának az egyik legnagyobb problémája, vagy legnagyobb keserűsége, hogy volt egy vár, ami világhírűvé, vagy európai hírűvé tette a Kanizsát, de kedvenc példámat szoktam mondani, ha már ugye a fiatalokról is szó van, ugye a Pocahontas történetből ismert John Smith is írt Kanizsáról, tényleg ismert a kanizsai vár a 16-17. Században, és ennek ellenére egyrészt ez a vár, vagy a vár miatt pusztult el maga a város, másrészt pedig később a vár is elpusztult, így nincs nagyon fizikai tér, ahova építkezni lehetne. Én remélem, hogy a régészeti feltárásokkal, valamint az egyéb meglévő műemlékeknek a karbantartásával, a fonogitel, a romlott vára, ezeket majd kicsit újra fel lehet eleveníteni, és ne feledkezzünk erről, hogy igaz, hogy nincs meg fizikailag a várunk, vagy legalábbis az alapjai a föld alatt vannak, de van számtalan metszetünk, térképünk, ábrázolásunk, nagyon szép, nagyon színes korpusza van ennek, ami szerintem a diákok számára is, vagy a fiatalok számára is felkeltheti az érdeklődést. Ezeknek az összegyűjtése is, és egyben lévő publikálása is egy szép feladata lenne majd a következő kutatóknak. Valamint ugye Turi György mellett, ki a másik kettő leghíresebb kanizsai, ugye, vagy a Kanizsához köthető személy, ugye, Zrínyi Miklós és Kanizsai Dorottya. Kanizsai Dorottya pedig mihez kapcsolódik? A Mohácsi csatához. Hát egy-két évünk van a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Milyen szép lenne, hogyha a város egy Kanizsai Dorottya emlékév keretében egy másik ilyen ikonikus alakját is be tudnám mutatni a helyieknek és a nagy közönségnek. Összességében tehát azzal szeretném zárni a szavaimat, hogy köszönöm szépen, mint a múzeum részéről, mint a város részéről, azt a lehetőséget, hogy ezt a témát így ki tudtuk bontani és meg tudtuk mutatni. Köszönöm a családomnak, akik elviselték, hogy folyamatosan reggeltől estig ezzel foglalkozom, és nagyon remélem, hogy az olvasók jó szívvel fogják majd forgatni és olvasni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szépen köszönöm Kanász Viktornak, és itt a végén ragadnám meg én is ilyen szempontból a szót, hogy nagyon köszönöm ezt az együttműködést, és én is kicsit fordítanék ezen a dolgon. Nagyon, nagyon fontos a Turi György Múzeum életében ez a kötet, és nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehetünk, és annak is örülök, hogy Viktor révén a Turi György Múzeum is bekerülhetett egy olyan szakmai közegbe, olyan kutatócsoportok közelébe, akikkel fölvéve a kapcsolatot Viktor által és a kutatócsoportok által is tovább gyarapodhatunk, kapcsolatokat építhetünk, köteteket jelentethetünk meg, és vendégül láthatunk kötetbemutatókat, és azt itt Nagykanizsán. Nagyon sok országos kiadvány is, és ebben Viktor is meg tud erősíteni, és Vég Ferenc tanár úr is foglalkozik Kanizsával, hanem is az egész kötet, de részben foglalkozik, és a jövőben remélem, hogy Viktor által és a tudományos közeg által több kötetet is bemutathatunk önöknek, amely Kanizsáról, a kanizsai várról, a kanizsa kora újkori történetéről, Turi Györgyről és a korszak meghatározó alakjairól szól. És akkor most hallgassuk még egyszer a Kanizsa Krónika zenekart. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel minket, és még egyszer gratulálok Viktornak. És a kötet megvásárolható 7000 forintban kerül.
és ajánlom karácsonyi ajándéknak is. Aki most nem vásárolta meg, de ajánlja, akkor a főúti épületünkben lehet megvásárolni 2-től vasárnapi 10-től 17 óráig, és itt ajánlanám még figyelmükbe Járási Ildikó kötetét is, ami szintén a közelmúltban jelent meg, és egy nagyon komoly művészeti album. És végül, de nem utolsó sorban, mielőtt befejezem a beszédet, még egyszer szeretném megköszönni fenntartóknak, Nagykan és a Megyei Jóváros Önkormányzatának, hogy ezeket a törekvéseinket támogatja, és ilyen eredményeket tehetünk le a segítségükkel az asztalra. Köszönöm szépen!